A Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület kettes számú csapata május 9-én a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban játszotta a megyei bajnokság 20. fordulójának mérkőzését, ahol az ellenfél Kisújszállásról érkezett. A találkozó 9-9-es döntetlennel zárult. A Tase 2 az Asztali Tenisz megyei csapatbajnokság 20. fordulójában a házszépítő Kisújszállás és Sportegyesület kettes csapatát fogadta. A mérkőzés első részében a két páros küzdött a pontokért. A Molnár Imre Krómi Zoltán 2-3-0 arányban legyőzte az ellenfelet, a másik párosnak nem sikerült pontot szereznie. Az egyes mérkőzése kiegyenlített eredményt hoztak, Molnár Imre 3, Krómi Zoltán 2, Friss József 2, Szatmári László 1 pontot szerzett a csapatnak. A végeredmény 9-9-es döntetlen lett. Ha a bajnokság eddigi eredményeit nézzük, illetve csak a szikár a tabellán megjelenő adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a tavaszi szezon nem megy a csapatnak. Míg az őszi idényben 4 győzelmet is sikerült elérni a Tase 2-nek, addig a 2014-es meccsek a május 9-i döntetlenen kívül még csak vereségeket hoztak. A 12. és a 19. forduló között sem idegenben, sem itthon nem sikerült nyerni. Az összesítés alapján két olyan csapat van, amelyet az eddigi 4 győzelemmel és 1 döntetlennel megelőznek a Fürediek, a Jászkísér és a Jászapáti. Abban reménykedhetünk, hogy a bajnokságban nem végez az utolsó helyen a Tase 2. Ez az eredmény azért is fájó, mert ennek a csapatnak a tagja Molnár Imre, aki az összes füredi játékos között, nem számítva ide Harci Zsoltot, a legjobb teljesítményt nyújtja. A szövetség honlapján lévő teljesítménymutató ugyan nem tartalmaz naprakész adatokat, de örömmel láthatjuk ott Molnár Imre nevét, aki a bajnokság kezdete óta mindig ott van a legjobbak között, jelenleg 81% feletti eredménnyel. A csapattagjai között az utóbbi időben Krumi Zoltán is biztos pontszerzőnek számít. A bajnokságban még 2 forduló van hátra, a 21. fordulóban a Tase 2 szabadnapos, majd az utolsó mérkőzése idegenben a tabella utolsó helyén álló Jászapátival lesz.